Moszkva, New York, Brüsszel és Erdély számos területe. Csak néhány azokból a helyszínekből, ahol 24 év alatt járt a színész óriás előadó estjével, melyet Makóra is elhozott. Hozzá kell tenni, nem először. A számára nagyra becsült Latinovics Zoltánnak volt egy balasi estje, melyen Eperjes Károly is részt vett. Akkor jött az ötlet, egyszerű is összeállít magának egy rendhagyó zenés-irodalmi műsort. Ez idáig több mint 140 verset gyűjtött össze. Bár Aditól tudja a legtöbb költeményt, az est mottójának mégis egy József Attila vers részletet választott. Thomas Mann üdvözlésében mondja ezt a gyönyörű sort, hogy az igazat mond, ne csak a valódit. Vittem is a Színszetire fölvételire annak idején, sokan szeretik ezt a verset. Hát nem mindegy, hogy az ember valóságot mond, vagy igazságot. A valóság az, hogy születünk, meghalunk, az igazságá fölött áll. A Krisztus fel nem támad, hiába való minden. De ha feltámadt, akkor van értelme mindennek. A műsor hármas szerkezetből áll, az első rész a szabad akaratról, a második a megtérésről, míg az utolsó a lét végső értelméről szól. A versek mondani valóját pedig négyesi Katalin Gordonka játéka teszi még erőteljesebbé. A közel másfél órás előadáson a 20. századi istenkereső magyar költők műveiből hallhatott a közönség. Ebbe a kategóriába természetesen József Attila is beletartozik. Voltak ilyen nagy humanista versei, amit proletár, meg nem tudom milyen versek, meg kommunista verseknek mondtak. Igaz, hogy ő, ugye Makóhoz is kötődik, igaz, hogy ő másfél évig a kommunista párt tagja volt, de előtte is és utána is nagyszerű istenes verseket írt. Isten, Istenem, nem emel föl, buk föl az árból. De amit tanultunk iskolába, kertész leszek, hát az olyan istenes vers, amilyen kevés van. Én meg megmutatnám azokat az istenes verseket, amit kevésbé ismernek, vagy kevésbé gondolják, hogy az, és lesz közöttük meglepetés, mert volt közöttük 30-40-50 vers, amit cenzuráztak. Több alkalommal, iróniával, humorral szólt a közönséghez hitről, megváltásról. Előadásában kiemelte József Attilát, olyannyira nagyra értékeli, mint Radnóti Miklóst, Nagy Lászlót vagy éppen Kosztolányi Dezsőt. Azt is elmondta, a magyar költészet napjának megünneplése nem csak a költőknek, de a magyarságnak is hatalmas dicsőséget jelent.